Biztosan akadnak olyan DC rajongók, akik az elmúlt években már ott tartottak, hogy soha nem fog elkészülni ez a film, annyi minden hátrát adta a Flash, a villám bemutatóját. Korábban is voltak tervek arra, hogy nagyvászorra viszi a Warner ezt a népszerű DC-s karaktert, végül aztán 2014-ben be is jelentették, hogy készül a film, ami a DC Extended Universe, vagyis a DC EU része lesz. Ekkor még egy 2018-as bemutatóval számoltak, de folyamatosan cserélődtek a potenciális alkotók, a bemutató dátuma pedig csak csúszott és csúszott. Végül aztán 2021 áprilisában elindulhatott a forgatás, amit ugyanezen év októberében be is fejeztek. Most nem fogunk külön kitérni az Ezra Miller körül kirobbant botrányokra, de nyilván ez is alaposan megnehezítette a marketingesek dolgát, és a stúdió fejesei is örömmel vártak a premierrel addig, amíg már nem Miller ügyes-bajos dolgaival van tele az egész világ sajtó. Közben a pandémia is csúnyán kirúgta a filmipar lábát, a különböző vizuális effektusok összekalapálásának pedig nagyon sok idő kellett, ezért még tovább csúszott a Flash film, és egyébként az Aquaman and the Lost Kingdom bemutatója is. Utóbbi amúgy idén decemberben kerül majd a mozikba, de a Flash a villám megtekintése után már csak reménykedni tudunk abban, hogy a második Aquaman film esetében tényleg lesz is értelme ennyi extra időt pazarolni a projektre. A Flash esetében ugyanis kár lenne szépíteni a dolgot, a mozi több sebből is vérzik, de a legszembetűnőbb az, hogy egy valódi CGI katasztrófáról van szó. A történet alapvetéseit jól ismerhetik a DC Comics kiadványainak olvasói, vagy akár azok, akik szeretik a DC animációs filmjeit. Geoff Johns 2011-es képregénye a Flashpoint alapján ugyanis már 2013-ban elkészült az Igazság Ligája, a Villám Paradoxon című rajzfilm. André Muschietti mozifilmje ezekből csak az alapkoncepciót vette át. Az Ezra Miller által alakított Barry Allen, azaz Flash, pontosan az az esetlen celeburdi figura, hogy a korábbi DC-s filmekben megismerhettük őt. Sőt, ezúttal talán még egy kicsit szerencsétlenebb is, mint korábban. Rádöbben azonban, hogy képes visszafelé futni az időben, ezzel tulajdonképpen megvalósíthatja az időutazást, és így akár ki is javíthatja a múlt hibáit. Megmentheti például az édesanyja életét, akit korábban veszített el, és egyúttal megmentheti apját, akit tévesen az anyja meggyilkolásáért ítéltek el. Hiába próbálja meg Ben Affleck Batman-nyel lebeszélni a dologról, Barry végül csak megpróbálkozik a múlt átalakításával, ezzel azonban teljesen átformálja a világot. Egy olyan univerzumban találja magát, ahol elvileg nem léteznek metahumánok, szembe jön vele a saját fiatalabb énje, és mindezek tetejébe a gonosz Zod tábornok épp most készült terraformálni a Földet, ezáltal megölni több milliárd embert. Ez az új világ sem maradt azonban teljesen szuperhősök nélkül. Színre lép Michael Keaton, aki az 1992-es Batman visszatér után ismét Gotham megmentőjévé válik, illetve bemutatkozik egy új Supergirl. Igen, ezen az alternatív idősíkon nem jön hirtelen Superman és teszi helyre a dolgokat, valamint rendezi át Zod tábornok fizimiskáját, épp ezért kell hőseinknek összefogniuk és megoldaniuk helyette a problémát. A Flashpoint nem véletlenül lett kultikus képregény, az említett animációs filmet is okkal szeretik annyian. Ez egy jó történet, amiből igaz, hogy sok kulcsfontosságúnak tekinthető részlet kimaradt a mozi adaptálásánál, de még így is egy alapjaiban érdekes sztoriról van szó. Nem véletlen, hogy képregényes fronton most épp mindenki a multiverzumhoz nyúl, ez egy közel kifogyhatatlan ötletforrás, amivel tudni is kell élni. És ez az első pont, ahol botladozni kezd a Flash, a villám. Kezdjük ott, hogy a multiverzum létrejöttére, az időutazásra és a pillangó hatás által létrehozott párhuzamos idősíkokra egy olyan magyarázatot kapunk, ami után elég sokan kezdenek majd el pislogni azok közül, akik már legalább egy időutazós filmet láttak életükben. Szerencsére nem is tölt el sok időt a film a magyarázkodással, így a néző is hajlamos ezen gyorsan és engedékenyen átugrani, és inkább a cselekményre koncentrálni. Emlékeztek még a régebbi DC filmekre, a Zack Snyder korszakra és annak kényszeredetten komor, sötét hangulatára? Elég sokan épp ezeket a vonásokat szerették a filmekben, aztán a stúdió inkább a váltás mellett döntött és jöttek a könnyedebb mozik. Az új irány korai képviselői, az Aquaman film és az első Shazam még tényleg működtek. Jó volt látni, hogy a DC is mer viccelni. Csak hogy átestünk végül annak a bizonyos lónak a túlsó oldalára. Ennek hála lett egy követhetetlen, eszetlen katyvasz a Shazam, az Istenek haragja, és bizony az a helyzet, hogy a humor terén a Flash, a villám is ebbe a sormintába illeszthető be. Annyi kellemetlen egy sorost, és főleg olyan sok altesti viccet kapunk, hogy azt még egy Marvel mozi is megrigyelni. Biztosan lesznek, akik jókat kacagnak az ilyen vicceken, de ugyancsak nem kevés néző számára valószínűleg ez már bőven átmegy egy határon.
idétlenségből tehát nincs hiány, a sztori messze nem olyan erős, mint az eredeti képregényekben, de az igazi gyomrost az a CGI viszi be, ami miatt elvileg mennyit kellett várni erre a filmre. Nem kevés jelenetben a Flash a villám úgy néz ki, mintha egy videójáték átvezetőjét bámulnánk, csak épp nem egy mai, új generációs konzolra vagy csúcs PC-re megjelent címét, hanem egy 2013-as játék átvezetőjét. Komolyan, az ember már a PS4-es kontrollert kezdi el keresgélni a moziteremben a szék alatt, annyira idejét múlt és egészen egyszerűen csúnya a Flash. Külön rombolja az élményt az, hogy a karakter szuperképességéből adódóan ezeket a vizuális bűncselekményeket lassítva jó sokáig nézhetjük. Volt a 2016-os X-Men Apokalipszisben egy jelenet, amelyben Higany Szál elég menőn kimentette az X-Men kúria teljes diákseregét egy robbanás kellős közepén. Hasonló jelenet sorral indul a Flash film is, itt viszont botrányos CGI-t és egy halom olyan bénán animált műcsecsemőt kapunk, hogy tényleg nehéz megérteni, hogy erre miért és hogyan bólintott rá a Warner. Már túlzottan spoileres vizekre merészkednénk, ha elkezdenénk boncolgatni, hogy milyen jeleneteknél volt még kotvány az animáció. Szóval legyen elég annyi, hogy hosszú, valóban nagyon hosszú ideje nem láttunk olyan szuperhős filmet a moziban, ami annyira rossz CGI-t kapott volna, mint a Flash, a villám. Mindjárt folytatjuk, de ne feledjétek, ha tetszik nektek ez a videó, akkor bátran dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek volna. Most viszont rohanjunk is tovább, mert bőven van még mit mesélni a filmről. Akadnak azért pozitívumok is, amelyek közül első helyen egyértelműen Michael Keaton szerepeltetés áll. Világosan látszik, hogy Keaton nagyon boldog volt, amiért újra denevérgúnyába bújhatott, ezt pedig meg is hálálta a klasszikus filmeket idéző játékával. Külön vicces egyébként, hogy a messze legjobb és leglátványosabb akciójelenetek is a 71 éves színészhez kapcsolódnak, és nyilván szó sincs arról, hogy ő osztotta volna a pörgőrúgásokat, de itt még az animációval sem volt gond. Nem lehet rosszat mondani a Supergirlt alakító Sasha Calle-re sem, de ez egész egyszerűen azért van, mert az írók elfelejtettek akár csak minimális személyiséget is alkotni neki. Konkrétan nulla másodperc alatt hoz teljesen ellentétes döntéseket a karakter, kár bármiféle logikát is keresne a tetteiben. Ettől függetlenül nem volt gond kell játékával, még akár ki is lehetne egy későbbi filmben bontani a karakterét, de erre nem lesz lehetősége, az már most látszik, hiába forgatta fel teljesen a Flash a villám az eddig felépített DC filmes univerzumot, James Gunnék nem innen fogják folytatni a történetmesélést. Mindez egyébként érződik magán a filmen is. Hiába formálódik a szemünk láttára a nagy DC-s multiverzum, a lezárás pont annyira súlytalan, hogy az ember ne is akarjon a folytatásban reménykedni. Tényleg olyan az egész film, mintha minden mindegy alapon ugrottak volna neki az alkotók, holott a valóság az, hogy nem kevesen pakoltak bele tetemes mennyiségű munkát a moziba, összesen 45 író vett részt a forgatókönyv kidolgozásában valamilyen formában az évek során, a pótforgatásokra is elég sokat költött a stúdió. Még olyan, később nem éppen költséghatékony döntéseket is meghoztak, mint Henry Cavill cameója, amiért elvileg 250 ezer dollárt fizettek a színésznek. Végül azonban teljesen kivágták a filmből ezt a jelenetet, mikor kiderült, hogy mégsem Cavill-lel képzelik el a jövőt, és Gunn új DC univerzumában már egy teljesen más Supermannel fogunk találkozni. Ezra Miller csak pont annyira idegesítő, mint amennyire a szerepe, illetve a szerepei elvárják. Michael Keaton jelenléte igazi csemege a rajongóknak, és nem titok, hogy kapni fogunk azért egy csomó mókás vagy épp szívmelengető cameót. Ezek miatt nem vétek beülni a Flashre. Azok viszont, akik itt és most várták volna a DC moziverzum teljes és látványos átalakulását, valamint azok, akik tisztességes CGI-t várnának el egy DC mozitól, sajnos csalódottan jönnek majd ki a vetítőteremből. Az pedig, hogy James Gunn szerint miért ez minden idők egyik legjobb szuperhősös filmje, és miért áradoztak róla annyian, sőt, elvileg miért volt abszolút pozitív a fogadtatása a tesztvetítéseken, az egészen érthetetlen. Ha már majd ti is láttátok a filmet a moziban, akkor mindenképp meséljétek el nekünk lent a kommentek között, hogy mennyire jött be a Flash film. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!